Szép jó reggelt kívánunk! Vasárnap délelőtt 9:05 perc, a külső hőmérséklet, legalábbis itt, 19 fok Celsius. És hát megkezdjük a demolition-t, azaz a bontást, hogy ezt a falat kiveszem innen, és onnan le lesz szedve a deszka, és kapja az ujjat. Na most menet közben nem tudom filmezni, gyerekek. Vagy dolgozok, vagy filmezek, igaz? Majd azért lépésenként bekapcsolom a kamerát. Tehát az első az, hogy ezzel a fűrésszel ezeket a amit itt láttok összekötjük őket, mert tudod, arra jobban látszik. Tehát itt elvagdosom. Úgyhogy két léc, egy, és akkor így. És akkor majd a csavarok ki lesznek szedve belőle. Azért van ott az a kis asztal, és aztán rakom fel az ügyeket. Oké? Okay? Szomszédban most nem rakik senki, meg is látszik, oda néz, mi van ott. Na, szóval ez nem van. És hát ezek a deszkák, amiket itt kiszabtam, az lesz vele, hogy ezeket leveszem innen, ez a felső rész, ez még jó. És itt pedig el lesz vágva, ugye, jó egy fit. Így. És a hátsó kerítéshez, ugye hozzá lesz igazi fogai. Kicsit alacsonyabb lesz a kerítés, nem akarok oda venni új deszkákat. Viszont ezek még jó egyenesek, meg vastagok, minden. Szóval minden rendben, kivéve ezt a végét. Úgyhogy meg fogjuk szélvolni. És 10-15 darab kijön. Annyival kevesebbet kell esetleg majd venni. De nem nagyon akarok egy darabot se. Na, le van szedve az ajtóról, kapuról a középső részek. A zsanér rész meg a zár résznél ott rajta hagytam még, az külön szerszámok kellenek meg minden majd kihordani. Itt van 3 darab, még valószínűleg leszedem, és akkor szemét eltakarítva innét, én itt fölhúzta egy kicsit, és akkor el kell menjünk itt arról, az a helyzet, és mi a fene. Többit majd folytatjuk máskor. Úgyhogy ennyi lesz mára. Még ezt majd mutatom, amikor fönn van. Nos kérem, mára egyi, az ott megvan, a zsanér részt kell majd kicseréljem, meg a front részt. Azt már csak ideiglenesen tudtam betenni azt a lécet. Úgyhogy az egy külön még egy, az legalább fél óra munka. Másfajta szerszámok kellenek, hogy le tudjam venni, berakni az ujjat, és akkor visszacsavarozni. De egyébként meg vagyok elégedve az egésszel. Alright, gyerekek, ennyi volt a mai eklézsia. Aztán majd folytatjuk. A gyerekek, elindultunk, meghívtam Évit egy ebédre. Megpróbáljuk megnézni a csirkeszágyas helyet. És hát itt van, vasárnap van, hát itt pihengettek a fiúk, de dolgoznak egyébként, mert most valamiért ebédidő van, vagy nem tudom mi, valószínű. A villanyosok még mindig itt vannak, hát meg egy darabig itt is lesznek. És gyerekek, én nem is tudtam azt, hogy sokan Kanadából vannak itt, itt ez a Richmondiak voltak, ott volt az oldalán. A rendőr meg ott van jobbra, látod, végignézte, hogy a műveletet. Még a szélsel. Vagy csak maradt. A kocsi van ott? Ja, szerintem csak a kocsi. Az üres. Oda rakták a kocsit. Ijeszgetni az embereket, ma nem ül senki. Igen. Ugyanis ha ott ülne, akkor árnyékba menne. Nagyon vigyázik el, mert tele van minden szögekkel, gyerekek. A büdös szűz már, hát nem igaz. És szedjük össze a szögeket. Meg a facsavarokat. Tudod, hogy röpködtek a madarak, a deszkák,
a levegőbe kipatyogtak a tojások is. Mármint a szögek. A levegőbe kirepültek, az mindenhol van, minden. Egy gumiba két dúl, két facsavar egyszerre. Na mondom, jó van. Aj. Még a Magyar Fesztivál is elmaradt. Az is elmaradt bizony. Itt van Évi is. Hello! Hey. Jól lefáradtunk ma. Ma is dolgoztunk, mint a görény. Évi, a kertet csináltad, ugye? Ja. Na, ott van már, van. Három autó. Kérem, itt is alakulnak a dolgok. Bizony, már itt elkezdték. Ott a fundamentumok megvannak már, látod, Évi? Hogy lesz karácsonyra? Azt mondták, meg lesz a szinte. Azt mondták, decemberre kész. Na. Jó van, mi is megyünk azébe, a... Hova is? Én mindig elbizélem a nevét. Boltba, Oliz. Oliz. Olizba. Na, Évinek van egy kis érdekesség, amit szerette veletek megosztani. Na, csak előbb eszembe jutott, hogy álltunk ott a lámpánál, és láttam a táblákat kitéve, ilyen bizniszek kint hagynak táblákat. Na most volt ez a két hurikán, ugye, és a Sarasotában a Centerman Circle az egy ilyen elit bevásárló hely, meg kajahely, meg minden, meg turista látványosság is. Az összes biznisz tönkrement, ugye, mert az első hurikántól jött a összeg, a víz, a teljesen eláztak, még ki se takarították, meg se csinálták, jött a másik hurikán, az még adott neki, úgyhogy kész. És látom a Circle közepén, a út szélén, körülbelül 40-50-60 tábla, tudod, így a bizniszek reklámozzák magukat, hogy tudod, hogy hájaroljad őket. Így. Milyen fajták? Ja. A mindenféle construction job, tehát fel, hogy újraépítik, drywall, clean-up, restoration, mildew removal, minden szar. Na, most légy szíves, ezt magyarul is felsorolni, elfelejtettem. Ez természetes dolog, hogy... Kiszedik a falakat. A falak azok nem, ne úgy vegyétek, mint otthon a betonfal, meg vakolat, hanem drywall. Gipszfal. Az. Ami egy ilyen segítek. Gipszfal. Az a neve. Gipszkarton. Ja. Na, de itt meg fából vannak ilyen lapok, és akkor az van bevonva eszével, a vakolatszerű valamivel, és akkor arra vagy festenek, vagy tapétát, bármi. Na mindegy. És ilyenkor, amikor ez elázik, akkor aztán kész, azt ki kell szedni, és csak a fa gerendákat látod. És akkor újra kell betenni, és újra kell bevakolni, minden. Ja. Na, és ezek a... Szigetelni. Ezek ja igen, és a szigetelés középen, ami üveggyapot, az bebüdösödik, hogyha vízes. Na most, ez elég nagy munka, de itt az van, hogy nem az egészet, sokszor csak annyit vágnak ki, ameddig fölment a víz, és akkor onnan kicserélik. Igaza van. És... Na, mondom, ezek a bizniszek, ezek a munkáltatók reklámozzák magukat, akkor mondom, takarítók, amik elviszik a pszot. Ilyenkor ez a fekete mildő, ez a penész is eltejed, akkor arra is van egy külön biznisz, ami ezt megcsinálja. Az a fekete penész, az nagyon veszélyes. És ez hamar, ilyenkor hamar, mert ugye itt Florida meleg, van, aki erre allergiás. Na hát az egészséged, az káros. És büdös is. Úgyhogy mondom, mindenféle ilyen újraépítéssel kapcsolatos bizniszek reklámozzák magukat. Emlékszel? Ja. Egyszer valahova bementünk ketten, ilyen lakásellenőrzés volt, és bement a légkondi, nem tudom meddig, és párás volt ott a dolog, a levegő. És emlékszel, hogy a bútorokon, ja, az asztalon, ja, ja, a mindenen, a konyhabútoron, ja, ja, végig egy ilyen fehér penész, ilyen fehér színű, ja, mint a bársony, uh-huh, mint a bársonyos lett, ja, volna. Ja. És meghúztad a kezed, és akkor ott maradt a csík. Ja. Az mind penész volt. Ja, ja. Na, ott aztán lehetett dolgozni. Az
Azt a rohadt, mindent bevont a penész. Az is azért, az is valami. Hú, ja. És milyen büdös volt. Ja. Viszont nagyon sok biznisz, nagyon sok hely meg fog szűnni. Már olyan szempontból, hogy mert ezeket a helyeket, ezeket bérlik. Ja. Nem volt rá insurance. És nem csak az is, meg az, hogy már elegük van az embereknek abban, minden egyes évben ez van, mert tavaly is volt, tavaly előtt is volt, hogy eláztak, akkor nem kell ahhoz hurikán, évközben is volt egy-két olyan nagy délutáni hurikánszerű hurikánszerű vihar, ami nem volt, csak ezen a részen végigment, és olyan sok eső leesett. Például volt egy olyan délután, nyáron, ezen a nyáron, hogy szaraszottában például 8 incs, az 24 centi eső esett a pár óra alatt. Na most képzeljétek el, nincs annak ideje lefolyni, hát hova tud folyni, bemegy a biznisz, bemegy az üzletekbe. Hát folyni, ott azok van rukakban. Ja, de nem győzi elnyelni, ha ilyen sok, érted? Plusz mossa magával a leveleket, meg minden, az meg tömíti, úgyhogy aztán elegük van abból, hogy minden évben ezt végig kell játsszák, meg azon kell vacogniuk, hogy na idén milyen ezért lesz. És egy idő után elunják, azt mondják, akkor elmennek máshova. Nem, az üzlet maga nem szűnik meg, a biznisz, csak más helyen bérel egy helyet, ahol... Na, hát azt a legtöbb az ott milyen biznisz van. Ott egyedül, aminek igazán sokat, szerintem volt értelme, az a Kolumbia étterem. Sokat is élnek. Az fejlődött, az egy marha jó hely volt. A turistákat etette, tényleg a hatalmas férőhelyjel. Na, azt színvonalas. Csinál, azt csinálják. Be. Hát az biztos, hogy nem fogja abba hagyni. Az összes helyet... Hát hülye lenne abba. Az összes helyet csinálják már. Ja. Ha nem is a tulaj, vagy illetve nem is a bérlő csináltatja meg, hanem a város. Miért csinálja meg a város? Hát mert az nem a bérlői az a hely. Mondjuk egy kis ékszerüzlet, vagy egy kis ruhás. Mi az lehet a tulajdona? Az nem, az szerintem bérlik, mert olyan sokat változik, hallod? Én járok már oda 32 éve. Ja, tegnap volt a 32 éves anniversary. Ja. Már mind a kijövetelünk. Ja, hogy kijöttünk Amerikába, igen. Az a anniversary. Már nem szoktuk ünnepelni. Azelőtt meg, azért megünnepeltük a 10 évest, a 20 évest, meg akkor a gyerekekkel rendeztük egy jó kis kajálást. De megnéztük azt a videót, amikor kijöttünk. Egy héttel a Columbus délután jöttünk ki. Most nem nézünk semmi, most csinálok videót. Ja, meg most takarítunk. Ja, takarított tévük, én a kertet szabott, vágott, én csináltam a kerítést. Azt ott rendben lesz, majd meg, de milyen jól fog kinézni. Aztán nincs leállás, mert utána jön a hátulja. Na gyerekek, mindjárt ott vagyunk. Előre mondom, hogy bennem filmezünk, mert zene van. Én nem szenvedek a izével, a YouTube-bal, hogy most vagy letörni, vagy nem, ott mondok, meg mutatok, meg fárasztom magamat, meg nem mindig szeretik, látom. Jaj. Mindig nem csinálták meg. Bukkanót. Nem pillódok bent, mert nem mindenhol szeretik ezt. Belefilmezek az arcodba. Na úgyhogy bemegyünk, megvesszük, amit átgondolunk, meg amiért jövünk végül is, meg visszahozzuk azt a két hülye izét, üléshúzatot, amit nem használtuk fel. Jó, az csak az enyémre nem stimmel, mert nekem nagyobb az ülés. Ja. Azt visszaveszik, és akkor még nézzük egy pár dolgot. Meg akarom nézni azt a sampont is, amit múltkor vettünk, mert nagyon jó. Na most honnan tudod meg, hogy mi van? Meg van fordulva a lámpa. Micsoda? A lámpa el van fordulva, most honnan tudod melyik, meg, hogy melyik van elfordulva? A nyíl. Most nincs nyilad. Itt van a középen, a legfelső. Arra néz. Ja, látom. Most nem tudod, hogy mikor van nyilad. Hát dugj a fejed oldalra. Kiszaladok oda a közepére. Azt jelezzi. Na, ez feladta. Ja.
Inkább elmegy, tudod mit fog csinálni? Én már most tudom. Elmegy, megfordul és visszajön, mert nem tudja, hogy most mi van. Gyakorlatilag nem szabad befordulni, mert piros nyilad van, de... A rohadjon meg az a lámpa. Látod? Na kész. Na, tudom, vigyázzunk, vigyázzunk. Lehet, figyelj ide. Kimegyek én is. Én nem kísérletezek, mert aztán belém jönnek ám. Akkor... Nem számít rá, fog meg a vizet. Na, jön valami onnan. Akkor majd addig kell kimenni, mert most már bejönnek a hátad mögé. Majd megvárjuk. Én emberek így kimenem. Hát nem, várjál. Ott mindenki megáll, akkor oké. Most mehetne. Megyél! Na, hogyan? Most! Hát nem, mert még zöld van arról. Úgy, így zöld, már mind megállt. Most kéne menjen. Nem ott, erről. Erről. Nincs kocsi! Nem fog tudni kimenni. Nem fog kimenni, mert nem érti, hogy a logika. Gyakorlatilag most is ki tudna menni, most. Most kéne. Most tudna. Júj! Szentség itt. Most mehetsz, te idióta! Elmenjek mellette? Na. Most kellett volna menjél hivatalosan. Na, most meg elindul. Most meg elindul a ilyen. Jaj. Most a legrosszabbat csináltad, barom. Figyelj, ha befé... Most már nem menjél arra. Ha nem tudok. Gyerekek, elnézést, hogy kiabáltam, de... Amikor ott kanyarolott, ott az. Ja. Erre, ami most ott van, az a kék kocsi. Ott villog. Amikor az elindul, akkor te is mehetsz innen arra. Ott a fehér után. Igen. A fehér után még talán ki tudsz menni. Nem tudom. De ki megyek. Ki mész? Gyorsan akkor. Most ez még szabályos is. Ja, szabályos volt. Jön utánad is a kocsi? Nem? Jön. Good. Borzasztó azért, hogy van, nem ismeri a kreszt. Meg nem, látod, itt van a magyar rész, hogy le, itt tudsz győzni. Hogy ha látta, hogy az a jobb oldal szemből jöttek és balra kanyarodott, akkor az azt jelenti, hogy őnek is szabad útja van. Mert az egyszerre csinálja. És ő áll. És ott várja, megdermednek. Nagyon jellemző egyébként bizonyos esetekben, hogy megdermednek. Van egy váratlan szituáció, és lefagynak. Úgymond frízolnak. Na, a gyerekek, mi is frízolunk, megyünk be. Ez a tartó. Hát mennyi ideig voltunk bent? Majdnem egy másfél órát. Egy órát. Egy órát biztos. Csináltunk egy attrakciót, igaz? Egy transactiont. Ja. Visszahoztuk két üléshúzatot, mert múltkor itt vettünk négyet, a tiédre jó volt erre. Igen. Az enyém az nagyobb a ülés, és nem volt jó rá. Úgyhogy vettünk egy másikat a helyet, de hát ez meg megmaradt. Aztán most visszahoztuk, azt visszavette, visszaadta a pénzt. És 20, de mondjad, mennyi volt? 20-as? 21 valamennyi, 22 dollár durván. Igen, annyi. És megvettünk dolgokat, az megkerült, most előbb majd otthon megmutatjuk, miket, sok mindent vettünk. Előbb tettem el, hova tettem. Nagyon fasz a dolgokat. 100-valahány dollárba. Sok jó dolgot vettünk. A repsit. Került, nem tudom mennyibe került, de 16 dollárt levettünk. 100-valamennyit. 101 dollár 27 cent. Figyelek rám. 24 cent. 24, ja. Ja, annyit fizettünk. Igen. Miután abból még levett az egész árból 15%-ot. Tehát olyan 119 valamennyi volt a végösszeg. Abból levett a 16 dollárt, és mi a fene? Viszont arra meg rátett még taxot, úgyhogy gyakorlatilag 101 dollárt fizettünk. Összesen a két évvel, a visszahúzatallal, meg a 15%. Diszkonttal, engedménnyel megfogtunk 35 körül. 35. 35. Ja. A gyerekek megpróbálunk most már elmenni kajálni, hát remélem, hogy sikerülni fog a dolog. Aztán... Hát, veszem, amit tudok. Jó?
indulunk. Meleg van. Hány fokot van? 85. A kocsiban mindig meleg van, melegebb van. De szép az a kocsi. Félre is állt vele. Vannak, akik nem állnak be a többi autó mellé. Bevásárló kocsikkal megadagolják. Milyen kérdés szerintem az adaka jele, ott volt egy valami ilyen jel. Na gyertek. Nagyon szépek. Csakkok. Oké. Okay. Mindig megvan a kompjúzóban, nézd, ott négyen várnak. Nem mer elindulni egyik sem. Na jó, hát visszautat már nem veszem. Mondani való most egyelőre nem sok minden lenne. Úgyhogy megyünk. 4:45. A gyerekek. Ugye ott fejeztük be a bortnál, ott az történt, hogy ugye elterveztük a Évivel, itt van ő is egyébként, hogy elmegyük a Húrtőzbe, és hát nem voltunk már ott nagyon rég, és fogunk kajálni csirkeszárnyakat, majd 2 dazon, az mennyi, az 24, körülbelül, ha jól tudom. És megyünk, meghagyarodunk, a másik szárnyhely nem volt nyitva, az még be van zárva, ja, hurrikán óta. Wing House. És ez a Big Wings, vagy mi a neve? Wing House. Big House. Wing House. És hát nézzük a Hooters dugig, teljes parkol minden dugig, és a sor vége kinn állt, arra a lépcső alján, ahol föl kell menni arra a porcsra. És akkor ez azt jelenti, hogy meg kell várni, amíg valaki felállnak, és akkor onnan még mindig vársz, vagy egy fél órát, mire megkapod a kaját. Ugye azt akkor sütik frissen. Na, azt mondja, hogy semmi. Ott van mögötte Lebesze, ott van egy kínai. A gyerekek bementünk. Még azt mondtuk egyszer, hogy oda nem megyünk be többet. Abba a kínaiba. Mementünk. Olyan meglepetésben volt részünk, mert nem igaz. Egyrészt dugig volt, és a mi a fele? Dugig volt, és teljesen friss, megpupozva azok a úgynevezett hajók, tehát ezért aljuk el itt önkiszolgáló, azt teszel, amit akarsz, annyit, amit akarsz. Hülyérettük magunkat, volt jó ilyen Buffalo Wings, azért is szárnyat ettem. Ja, még volt az meg, meg rántott halat, meg shrimpet, meg minden, ami nagyon jó levesek vannak. Nagyon jól laktunk. Ja. Na, úgyhogy jól jártunk. Ja, meg szuszogunk mindazt. És alig kapunk levegőt. Na, és akkor megmutatjuk, mint ahogy ígértem, hogy mit vettünk a Guinnessbe. És hát, ilyen randomszerűen, tehát nagyon olcsón lehet itt vásárolni. És jó, jó cuccok. Tehát itt van 2 darab törölgető, konyhai törölgető ruha. Vettem 2 sprayt, ez nagyon jó illata van. Ez a Mona spray. Aztán... És milyen fajta? Az macskakaja. Ez nagyon jó. Macskakaja, ez pedig a pelenka a földre. Igen, hogy csehetek a kiskutya meggondolja magát, ezért tire shining autó gumi fény. Foam. Ja, ha ráfújod, és olyan szép fényes lesz a gumi. Igen. Duster meg, a múltkor már vettük. Ja, de itt fele áron van ezen a helyen. Aztán ér,
Ez air fresheners. Ja, ezért a légfrissítő. Akkor megint vettem ezt a ilyen mentolos testmosó. Másikat még éppen csak megnyitottam, de mondom, mivel hogy volt és nagyon jó. Mert ez olyan volt, hogy ma még van, aztán utána soha többet nem lesz. Vagy lesz, vagy nem. Szóval ilyenkor érdemes többet megvenni, ha van egy jó dolog, akkor vegyél többet. Ja. És ez ilyen mártogató, ebben lehet mártogatni, hát legalábbis én arra használom, hogy ez elpászol, enchilada sauce. Jó. De jó, bármilyen mexikói vagy nem mexikói kajára. Például rántott csirkét tudsz vele mártogatni. És a jó paradicsomos, ilyen fűszeres íz. Meg burítót ne öntöd bele. Aztán vettünk ilyen, nem tudom milyen nemes fából vannak ezek a kanalak. Ide a konyhába, a főzéshez. És vettem be. Kettőt. Ezeket a típusokat használom, azokat azt hiszem ki fogom szórni már, amik ott vannak. És egy szett jó minőségű, 10 darab egyébként, jó mondom, 10 Philippine brassicet, ja, annyi. 3, igen, ecset, festő ecset. Aztán vettünk egy, ezt én választottam, egy ilyen motion, nem tudom ez mire reagál majd. Motionre. Be van lassulva. Még nincs elég sötét, úgy látszik, de előbb nagyon szépen égett. Be akartam. Hol van a érzékelője ennek? Nem tudom. El kell venni előtte, vagy hogy? Foggalom. Várjál. Valamire reagál, nem? Ha valamire kellene. Baszódjál meg, hát hogyan? Ne? Reagálj! Mert nem tudom, mit csinálok. Nem reagál. De elő végett. Na. Aztán Évi... Akácfa. Milyen? Akácfa. Akác. De a ledes valamire. Na. Csak ég. Akácfa. Ja, jó van. Hát egy darabig biztos jó lesz. Évinek ráhúztam a hátuljára, azt mondja, hát már csak ez hiányzott. Ja. Na, szóval. Zacskó. Acskó. Zemet, szemetes. De aztán, jó. Nézd, a kicsi már elfoglalta a szőnyegedet. Ilyen gumiszőnyeg a kocsi hátuljába. Évinek a... majd beszabja valahogy, ilyen az alja, ami nem csak csúszik. Csak be kell tenni, nem? Ez pedig a hátsó bejárathoz, oda az ajtó elé, egy ilyen szőnyeg. Ja, másikat meg... És az anyagi részt azt elmondtuk a kocsiba. Opszín. A gyerekek, ennyi. Aztán majd, nem tudom még mi lesz rajta, de a barbecue-zás az mai napra elmaradt. Majd csinálom legközelebb. Oké? Okay? Sziasztok! Bye-bye! Hétfő délelőtt megkiálltam, egyéb ügyben ki kellett hordjak, de ez még csak a negyedes kics, ami fel van, úgyhogy a gyerekek, így néz ki most. Tulajdonképpen erre mondhatom azt, hogy készen van. Ugye a középső, ez a piros, az gerenda, vagyis hát oszlop. Ugye ezt nem tudtam, nem is akartam kivenni. Hát az úgy marad. Meg a szélén. Ezt ennyire be tudtam hozni, ez eléggé ferde volt. Nem tudtam jobban megcsinálni. Megnyomatni valamivel, de hát hogyan mivel nyomjam meg? Kiásni meg. Afra semmit nem fog számítani. Nos, így fog kinézni, nem lesz rajta se kilincs, semmi, egyszerűen deregek ez a kapu, ez egyszer sem volt kinyitva, amióta megvan. Úgy értve, hogy olyan szándékkal, hogy itt valamit is bevittünk volna, vagy kihoztunk volna, egyetlen egyszer nem volt használva. Úgyhogy szépen be van a deszka, és belülről
facsavarra, szépen odafogatva ehhez a oldalhoz. Nem lesz rajta se fogantyú, se zár, semmi. Nem kell. Csak bonyolítja a dolgokat. Leszettem a régieket, ott vannak. A lakatot úgy kellett elvágjam, már nem is tudom hány éve rajta volt. Úgy a bánat tudja, hol van. Ugye, nem találtam, kerestem. Nem is tudtam volna kinyitni, mert annyira össze van rohadva. Fogtam, azt kihoztam a... ott van, majd össze kell szedjem. Kihoztam a sütítót, és akkor azzal levágtam. Na, hát itt tartunk. Én zsák volt, oda nézsz, ezt kergőzhettem össze. Bent, hátulról. Talán szerdán elvizet. Úgyhogy itt tartok. Tartok egy kis szünetet. És hát végül is ez volt az, amit mára szántam. Szóval itt duplán dolgoztál, ugye, mert hát bontani is kellett. Bontani az öreg szart. És ugye a váz, a frém az meg megmaradt. Azt nem akartam új ajtót csinálni, hogy vagyis kaput. Most egyelőre csak ide kapoltam. Éjjelre. Aztán majd állok neki a kerítésnek. Nem tudom, még ma fölre rakom a gerendákat, a bátubájporokat. Meglátom. Még nincs túl meleg az a helyzet. Aztán elment egy kis idő is. Ott van 11 óra. Délig szándékozom csinálni. Általában így délnél tovább nem szoktam dolgozni. Az elég nekem. Nyugdíjas vagyok, ráérek. Végülis nem is tudom hány óra volt, mikor kezdtem. Jó, baszakodós volt. Na majd még mutatom, jó?